Sziasztok, ez itt egy újabb rabat bemutató, ezúttal folytatjuk sorozatunkat a Heroes of Might and Magic-en belül, hiszen a Heroes of Might and Magic 1996-os második része, illetve 1997-es második részének kiegészítője került elítékre. A Heroes of Might and Magic 2-ben a jó kampány, Ronald kampánya az, amit megcsináltam. Nem csak azért, mert a második kampány egyrészt a gonosz oldal, a harmadrészt pedig, vagy másodrészt pedig majdnem ugyanaz, mint ez. Tehát nem látok benne semmilyen differenciát, annyi, hogy egy-két pálya más, de egyébként a pályák némelyike is ugyanaz. De végül ezt nem nyomtam ki. Viszont kinyomtam a jó kampányt, ezt láthatjátok itten. Nem mondom azt, hogy hú. Utolsó pályát például nem tudtam, utolsó előtt, itt nem tudtam megcsinálni, szóval 10 pálya van egy kampányban. És akkor az utolsó pályát nem tudtam, ott van lehetetlen. De gyakorlatilag szinte majdnem teljesítettem, úgyhogy ezt készként apostrofáltam. De hozzá kell tenni, hogy mind a Heroes of Might and Magic 1, mind a 2 nagyon kezdetleges sorozaton belül. Érződik, hogy ez valami nagynak a, hát a bevezetője és kezdete. És hát emiatt azért vannak benne érdekes dolgok. Illetve nagyon kevés benne a skill, tehát Heroes 3-as olyan sok egyébként, hiába mindenkinek az a kedvence. A 4-be, 5, 6, 7-be sokkal-sokkal több skill van, és hasznos skill is. A Heroes of Might and Magic 2-ben sajnos nem olyan sok jó skill van. Vannak hülye skillek is igazság szerint, amit multival és akár single-be sem annyira használsz. És hát a gép nagyon csal, ezért nem tudtam befejezni a kampányt. Hihetetlen, de a kiegészítőben ez még durvább. Ennek ellenére az első pálya az gyakorlatilag egy bevezető a játékban, és ott megismeritek az alapokat, nem olyan nehéz lesz szépen komótosan haladva, de sikeresen haladni. Ronald második pályája érdekes, és elég gyorsan megcsináltam, pedig azért ez már nem annyira bevezető. Itt átváltunk, ha jól emlékszem, a tündékhez. Az elsőben azt hiszem ott az emberekkel, vagy a barbárral. Nem, az elsőben, bocsánat, az elsőben az akadémiával jelen helyzetben a várlokokkal, vagy hogy hívták. Bocsánat, nem, Wizardnál elfelejtettem. Tehát itt Wizardnak hívják, de ez az Academy Tower. Egyébként nem olyan könnyű az a pálya olyan szempontból, hogy nem a legjobb helyen vagytok. Tehát az elhelyezés, elrendezés nem olyan hú, de jól van megoldva. Viszont maga az ellenfél, meg a mobok könnyen legyőzhetek. Aztán a másik pályán megkapjuk az első, tehát ahogy mondottam, az első elf pályát és elf város pályát. Majd utána azt hiszem áttérünk megint a bizárdokhoz, de lehet, hogy maradunk az elfekkel, most pontosan nem emlékszem. Majd utána egy nagyon nehéz pálya, negyedik pálya nagyon hosszadalmas, nehéz, kaszifántos. Viszont érdekes, hogy az ötödik az utána tök könnyű lesz, és tök gyorsan megcsináltam, mert magam is meglepődtem, illetve a pálya is olyan nagy, tehát ezt hozzá kell tenni. És akkor én a hatodik pálya megint rohadt nehéz és hosszú, és azt hiszem itt több várunk is van. De lehet, hogy már az előző előttibe is elég sok vár volt, azt hiszem. Tehát itt menedzselni kell most már egyszerre több várat és több hőst. Aztán a hetedik pályát megint egy kicsivel könnyebb, de azt sem mondanám, hogy olyan hú, de könnyű, de az előzőkhöz képest egy újabb, könnyebb pályát. Aztán megint jön egy nagyon nehéz pálya, a nyolcadik pálya. Nagyon nehezen megcsináltam egy videóban, nem volt könnyű. Egy olyan 100 perc alatt. És akkor utána jön a kilencedik pálya, amit még két videóval sem tudtam megcsinálni, olyan csaló volt az egész. Úgyhogy még több mint 2,5 óra alatt nem tudtam megcsinálni. Úgyhogy fú, hát de gyakorlatilag majdnem sikerült. Egyébként ott totálisan az időzítésen múlik minden, ha jól látom. Mondjuk próbáltam már kétszer vagy háromszor is, és pont nem sikerült mindig. Egyszerűen olyan erőfölényben van, és nyersanyag erőnyben van a gép, hogy hihetetlen. Úgyhogy, és neked meg semmi nincs, nulláról kell gyakorlatilag menetelni, úgyhogy tehát azt a kicsit elcseszték szerintem, de lehet, hogy ez csak az én véleményem, de ez nagyon durva volt. Ennek ellenére tudom mindenkinek ajánlani, mindenképp, hogy vegyétek, vigyétek a játékot ki, amennyire lehet, és most pedig ez pedig a másik kiegészítő, a hűség ára. Ebben azt tetszett nagyon, bár ezt sem tudtam kivinni, mert az utolsó Varázsosziget másik pályánál, legalábbis a végigjátszás utolsó pályánál, amit elkezdtem, ott 400 csonti sárkány jött elő. Hát azt hogy veritek le? De semmiből, egyszer csak előjött egy 400 darab csontvár sárkány. Úgyhogy nekem is volt valami,
30-40 titánom már ott így, rá, titános fára voltam ott is, tehát Vizárdal. Ez hihetetlen. Ez a Varázsló Szigetes, ugye az egy akadémi, vagy Vizárd kampány. A hűség ára pedig, ha jól emlékszem, az barbárral voltam. Tehát itt azt tetszik ebbe a második résznek a kiegében, hogy a különböző kampányok, a különböző népek története. Kicsit olyan már jobban, mint a Heroes 3, Heroes 4, 5, 6, 7, hogy nem az van, hogy össze-vissza minden néppel leszünk, hanem egy-egy kampány egy-egy nép köré épül, és egy-egy hős köré. Így sokkal személyesebb, sokkal jobb a történet is, már a Heroes keretein belül, és a Heroes 2 keretein belül, mert több Heroes képest gyengébb, de a Heroes 2-nél ez viszont egy szintlépés az alapjátékhoz képest. És emellett pedig a zenéje is sokkal jobb. Ebben a kiegészítőben, a Hűség árában a már meglévő zenékből egy csomót felújítottak, mind a hangminőség, mind volt olyan téma, ahol teljesen újraírták a témát, és tök jók lettek. Tehát az alapjáték is sem volt rossz, de a Hűség ára az a játékzenében is kb. Ilyen három szintugrás, hihetetlen volt. És emellett pedig küldetések is valahogy olyan élvezetesebbek. Egészen addig még nem jött ez a rohadt 400 darab sárkány, addig egész tűrhető volt, de már a Hűség ára út a 6. pálya is egyébként elég nehézkes volt. Ott is azt hiszem épp, hogy nem tudtam befejezni ezt a kampányt. Ennek erre, akik nagyon szeretik a Heroes 2-t, és iszonyat jók benne, annyira, hogy le tudják győzni a gépcsaló mi voltán, akkor ezt még jobban ajánlom, mint az alapjáték. Úgyhogy mindenképp játsszatok ki, mert igazán érdemes, hogy a 6 nép van, mind az alap, mind a kiegészítőben, a barbárok, az emberek, a varázslók, a minek mondjuk a várlakok, tehát az ilyen gonosz varázslók, ilyen fekete sárkányos, a nekrók és a tündék. Ja, no, hát ennyit akartam mondani, mindenki próbáljátok ki, csak ajánlani tudom, búcsúzom, sziasztok!